Aláírták, megkezdődhet a hulladékkezelő és szelektáló üzem építése Kárpátalján. Értékes barangolás, mátészalkai és nyíregyházi diákok nyerték a vármegyei vetélkedőt. Új görögkatolikus múzeum, a világon egyedülálló intézmény május 1-én nyitja meg kapuit. Megkezdődhet az évi 30 ezer tonna hulladék feldolgozására alkalmas szelektáló üzemépítése Kárpátalján. Az utolsó jogi dokumentumokat a napokban írták alá a beregszászi kistérségben. Az üzem a tervek szerint 200 ezer ember háztartási szemetét lesz képes kezelni a térségben. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A kárpátaljai hulladék feldolgozó területén a tervek szerint 4 nagyobb hulladéklerakót, komposztáló területeket, valamint további kiegészítő szelektáló épületeket fognak kialakítani. A munkálatokat szeretnék még idén befejezni, így 2024 elején már be is üzemeltethetik a létesítményt. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Makkos Jánosi területén épülő hulladékfeldolgozó és szelektáló üzem kivitelezésének ügye. Ugyanis április 18-án Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tanács és a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás elnöke, valamint Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere aláírták az utolsó jogi dokumentumokat is, így megkezdődhet az építkezés aktív fázis. Az üzem a tervek szerint több mint 200 ezer ember háztartási hulladékát lesz képes feldolgozni a beregszászi járásból, ami éves szinten több mint 30 ezer tonna szilárd hulladék kezelését jelenti. Meg tudtunk mind a ketten győződni arról, hogy jó irányba mennek a dolgok, és szeretném értesíteni a közösségünket, hogy ez év december végéig ezt a munkálatot be fogjuk fejezni, és büszkén használhatunk egy korszerű, minden ökológiai előírásnak megfelelő hulladékszelektáló üzemet, olyat, ami Kárpátalján nincs, máshol még sehol. Nagyon bízom benne, hogy a munkálatok során személyesen tudjuk ellenőrizni a munkálatoknak a minőségét, illetve a tervnek a betartását, és biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fognak végezni a kivitelezők. A szilárd hulladék feldolgozó üzem nem csak a kárpátaljaiak számára fontos, hiszen hozzájárul a Tisza szennyezésének megállításához, ami közös problémánk. Emelte ki Sesták Oszkár, miután kárpátaljai kollégájával, Volodimir Csubirkóval, a kárpátaljai megyei tanács elnökével megtekintették a létesítmény kész részeit Makkos Jánosi területén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat, Kisvárda önkormányzata és a Kárpátaljai megyei tanács alkotta Tisza Európai Területi Társulás elnökeként írtam alá az utolsó jogi aktust jelentő dokumentumot is, ami alapján valóban elkezdődhet a kivitelezői munka. Ez egy nagyon hosszú út volt, hosszú tervezési folyamat és jogi procedúra előzte meg, közbeszerzési eljárás előzte meg ezt a mai napot, de nagyon örülök, hogy ez a projekt végre a munkálatokhoz érkezett, és ténylegesen elkezdődhet az a kivitelezői munka, amely reményeink szerint megoldja a beregszászi járáshoz tartozó 200 ezer embernek a hulladék elhelyezési gondját a következő évekre. Válogatóval együtt egy nagyon komoly beruházásról van szó, és ennek eredményeképpen tudjuk csökkenteni a Tiszába kerülő szilárd hulladék mennyiségét. Ez konkrétan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeinek is, Magyarországnak is nagyon fontos érdeke. Szeretnénk tovább folytatni ezt a projektet a későbbi években, itt a Tisza mentén további ilyen lerakók, válogatók építésével. Kárpátalján ez lesz az első ilyen hulladékfeldolgozó, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy környezetünk sokkal élhetőbb lehessen, emelte ki a Kárpátaljai megyei tanács elnöke. Fontos dolog, hogy már minden technikai és dokumentációs kérdés megoldásra került, így mától már az aktív fázisba léphetünk. Ez országosan is az első hulladékszelektáló üzem lesz, amely közel 200 ezeres lakosság viszonylatában lesz képes feldolgozni a hulladékot. Ez nagyon fontos, hiszen ezek az első lépések az utunkon, és a további üzemek létesítésében már ennek a nyomán lehet haladni, és így sokkal gyorsabban fognak felépülni. Az utunkat számos jogi
akadály keresztezte, ahogy az európai, úgy az ukrán viszonylatban is, és itt fontos, hogy valamiképpen egyesítsük ezt a két törvényhozást, hogy lehetővé váljon az EU-s költségek révén finanszírozni a projektet. Jelen esetben EU-s pénzekről, a magyar kormány finanszírozásáról van szó, és számunkra fontos, hogy meglegyen a szükséges finanszírozás az üzem befejezéséhez és elindításához. Sesták Oszkár úrral nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy összehozzuk a szükséges törvényi és jogi feltételeket, földterületre vonatkozó engedélyeket és projekteket, hogy mindez működjön. Ma aláírtuk az utolsó olyan iratokat, amelyek elhárították az utolsó akadályokat is az építkezés aktív fázisának megkezdése elől. Az építkezés már folyik, és most még aktívabban fog folytatódni. Valóban nagyon kevés időnk van, és ezért mindent megteszünk ennek a projektnek a megvalósítása érdekében, hogy ezzel megoldjuk a szeméttel kapcsolatos kérdést, kezdetben legalább itt a beregszászi járásban, és folytassuk az ehhez hasonló projektekkel a megye más járásaiban is. A projekt összértéke 8 millió euró, amelyből 5 milliót az Európai Unió programjából finanszíroznak, a fennmaradó 3 millió eurót, vagyis közel 1 milliárd forintot pedig a magyar kormány biztosította a projekt mielőbbi lezárásához. Véget ért az Értékes Barangolások elnevezésű ifjúsági vetélkedő, a versenyben általános és középiskolásokat adhattak számot tudásukról a vármegye értékeivel kapcsolatban. Máté Szalkai és nyíregyházi diákok győztek a vetélkedőben. A For Fordance munkássága 2017 óta tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, így nem véletlen, hogy hungarikumokat felvonultató produkciójukkal ők nyitották meg az Értékes Barangolás vetélkedő döntőjét. Az elődöntőkre közel 100 iskola jelentkezett, a végső megmérettetésre azonban már csak 3-3 csapat jutott be. Általános iskolások érkeztek Vajáról, Tiszaszalkáról és Mátészalkáról, míg a középiskolások közül két nyíregyházi és egy vásárosnaményi csapat jutott el a döntőig. Mindegyik középdöntőn le voltunk nyűgözve, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen akár Vásárosnaményben, akár Kemecsén, vagy akár Nyíregyházán, akik középdöntő helyszínek voltak, olyan felkészültségről és tudásról tettek tanúbizonyságot a gyerekek, amelyen sokszor mi is meglepődtünk. És nekünk ez egy nagyon komoly visszajelzés, nagyon örülünk annak, hogy valóban tudnak és akarnak is az értékeinkkel foglalkozni, sőt meglátják azokat az értékeket, amelyek akár még nekünk, bennünket, felnőtteket is elkerülnek. Úgyhogy nagyon nagy szükség van arra a látásmódra, arra a fiatalos lendületre, amit a gyerekek képviselnek. A döntő 7 feladatból állt. Elsőként egy totóban tehettek tanúbizonyságot a tudásukról a diákok. Tudniuk kellett például, hogy mit jelent a Petőfi 200, hogy Lónyai Menyhért tagja volt-e a márciusi ifjaknak, vagy hogy mi volt a legmagasabb tisztség, amit betöltött. A helyes válaszokon verseny közben a tanárok is törték a fejüket. Igyekeztünk hangsúlyt fektetni azokra az évfordulókra, amelyeket ebbe az évben ünneplünk, tehát a Petőfi 200-hoz, a Lónyai 200-hoz, ugye ugyanaz már tavaly volt, de és a Kölcsei évfordulóhoz kapcsolódóan is lesznek majd olyan kérdések és feladatok, amelyekre remélem, hogy felkészült válaszokat kapunk. A nap során az általános iskolások közül a Mátészalkai Tisza virágok, még a középiskolás csapatok közül egy pont különbsége, a hazafiak bizonyultak a legjobbnak. Ők nem csak a versenyt nyerték meg, hanem a győzelemmel együtt járó informatikai eszközöket és egyéb értékes tárgynyereményeket is hazavihettek. Május 1-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt az Új Görög Katolikus Múzeum Nyíregyházán. Az egyház tárgyi és liturgikus emlékeit gyűjtötték össze és mutatják be az érdeklődőknek. Szabó Iréna, az intézmény igazgatója 35 perc című műsorunkban azt mondta, nincs még egy ilyen görög katolikus múzeum a világon. Ablak az örökké valóságra. Ez a cím az egyik időszaki kiállításnak az új múzeumban. Olyan tárgyi emlékeket gyűjtöttek össze az intézményben, amelyek eddig más múzeumokban vagy templomokban voltak elhelyezve, mondta a 35 perc című műsorunkban a múzeum igazgatója Szabó Irén. Nehéz lenne egyetlen műtárgyat kiemelni. A kiállítás első nagy tematikus egysége az a Fatemplomok világa címet viseli, és azokat az alkotásokat láthatják itt a látogatók, amelyek Magyarországon az egykori Munkácsi egyházmegye területén egészen a 18. századig ugye fatemplomok voltak többségében, ezek a fatemplomokat elbontották, kőtemplomokat építettek, viszont azok a
az ikonok, amelyek ezekben a fatemplomokban voltak, ezek megmaradtak, valahogy áthagyományozódtak, a kőtemplomokban is megőrizték. Ezekből van egy gyűjteményünk, és ezeket láthatják. Az első műtárgyunk, amit a kiállításon láthatnak, oszlopos Szent Simeonnak az ikonja. Ez azért is különleges, én személyesen is nagyon szeretem. Ez az ikon Makkos-Hogykáról származik, ott ma már nincs görögkatolikus közösség, a Sárospataki görögkatolikus templom őrizte meg ezt az alkotást, és az 5. században tisztelt oszlopos szentet ábrázol, nagyon különleges, letisztult ilyen görögös stílusban, és ennek a szentnek a tiszteletét a 17.-18. században egy tokajhegyaljai közösség választotta magának védőszentül. Tehát azok a kulturális összefüggések, amik a keleti egyház kulturális hatását és jelenlétét megőrizték egészen a 18. századig itt Magyarországon, ezek épp a fatemplomok világának az ikonjai. A múzeum nem csak kiállító tér, hanem kutatási központ is. Lehetőség nyílik arra, hogy a tárgyi emlékeket restaurálják, és kulturális eseményeknek is helyt adjon az intézmény. Éppen azért, mivel a görögkatolikus egyháznak Magyarországon nem volt múzeuma, nem voltak olyan gazdag püspökségek, olyan paloták, ahova esetleg ilyen műtárgyakat össze lehetett volna gyűjteni, az egyházunk anyagi helyzete sem tette ezt lehetővé az elmúlt évszázadok során. Ezért az egyházunkhoz kapcsolódó történeti és művészeti emlékek Magyarország más múzeumaiban találtak otthonra. Ezeket a kutatóink most már lassan feltérképezik, hogy hol mi található, de 1983 óta, mióta Timkó Imre püspök megalapította a görögkatolikus egyházművészeti gyűjteményt, a hozzánk tartozó egyházunk életéhez kapcsolódó kulturális tárgyanyagot ide gyűjtjük. A múzeum május 1-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt, de csoportok, iskolai osztályok jelentkezését már várják az intézmény munkatársai. Több munkáltató és az önkormányzat fogott össze Mátészalkán azért, hogy az ipari parkban okos zebrát telepítsenek. A forgalmas szakaszon több baleset is történt eddig, ezt próbálják megelőzni a gyalogos védelmi rendszerrel. A pirossal felfestett fényjelzéssel és kamerával ellátott zebrát múlt héten adták át a gyalogosoknak. Forgalmas szakasz a mátészalkai ipari úton. Naponta több száz jármű és gyalogos közlekedik erre. Korábban több baleset is történt ennél az átkelőnél, most azonban két nagyobb munkáltató és az önkormányzat is összefogott annak érdekében, hogy jól látható, figyelemfelkeltő okos zebra segítse a gyalogosokat. 2021. decemberében sajnos történt itt egy baleset, amikor az egyik dolgozónkat itt épp a gyalogos átkelőn elütötték, és már akkor kezdeményezés volt a dolgozók részéről, hogy hogyan tudna a vállalat ahhoz hozzájárulni, hogy egy kicsit biztonságosabbá tegyük ezt az átkelőt. És akkor jött az ötlet, miután a Zöldfa utcán megépült az az okos átkelő, hogy próbáljuk meg ide is ezt implementálni. És nagy örömömre, amikor megkerestem a Momot, akkor egyből igent mondtak, hogy ők is beszállnának ebbe, úgyhogy végül is ketten fizetjük a költséget. Úgymond, és aztán üzemeltetésre át fogjuk adni mindezt az önkormányzatnak, akik a továbbiakat fogják intézni. Az ipari úton számos cég működik. Műszakváltások idején nagyon nagy a gyalogos forgalom. Nagy örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert egyre növekvő állományi létszámunk van, és a szemközti buszmegálló hozzánk van a legközelebb, és így az átkelés az mindenféleképpen fontos szempont, hogy biztonságosan keljenek át, jól láthatóak legyenek, és ezzel is növelve gyakorlatilag azt az elégedettséget és a biztos munkába jutást, ami növeli nyilván a dolgozóknak a lojalitását és a munkára kész állapotban a rendelkezésre állását. A gyalogos védelmi rendszer telepítését a két cég végezte, fenntartását pedig az önkormányzat vállalta. Az okos zebrát több eszközzel is felszerelték azért, hogy minél hatékonyabban hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a gyalogosokra. Ez a második okos zebránk, nyilván feltűnő módon piros színnel le van festve a zebra, hogy szabad szemmel messziről is észrevehető legyen, illetve amint egy gyalogos megjelenik a kameráknak a látószögében, akkor azonnali villogással figyelmezteti a gépjárművezetőt, hogy fokozott óvatossággal közelítse meg a zebrát, és így a gyalogosok biztonságosabb körülmények között kelhetnek át. Tehát Mátészalkai munkavállalóért teszi ezt az önkormányzat, illetve a két cég,
akiknek még egyszer mondom, külön köszönet illeti, mert mi igazából a munkát tettük bele, ők pedig lefinanszírozták az egészet. Külön köszönet illeti őket ezért, hiszen a dolgozóik biztonsága a legfontosabb. Az átkelőnél kiemelt ledes világítást is telepítettek, amely az éjszakai, illetve korlátozott látási viszonyok esetén kapcsol be, megvilágítva az okos zebrát és annak környezetét. A gyalogos védelmi rendszer telepítése több mint 4 millió forintba került. 200 köbméter összegyűjtött fagyökérzet kapott lángra kedden este Nyírbogdányban az Új utcában. A nyíregyházi tűzoltók szerda reggelig dolgoztak a tűz megfékezésén és a parás hűtésén. Sikerült nekik további 150 köbméter faanyagot megmenteni a lángoktól. A jelzés az esetről kedden este 9:30 körül érkezett a katasztrófa védelemhez. 3 járművel 11 nyíregyházi hivatásos tűzoltó vonult a nyírbogdányi esethez. Az egységek azonnal megkezdték az oltási munkálatokat, és a még sértetlen részek megóvására is nagy hangsúlyt fektettek. Szerda reggel is tartottak még a munkálatok, hiszen a gyökérzetet folyamatosan locsolniuk kellett a beavatkozó tűzoltóknak, hiszen voltak olyan területek, részek, ahol füstölés, illetve izzás volt tapasztalható. Voltak olyan részek is, ahol 40-50 cm-es parázs réteg keletkezett. A terület tulajdonosa munkagéppel is segítette a tűzoltók beavatkozását, így csaknem 150 köbméternyi kitermelt fagyökérzetet sikerült megmenteni. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli az amatőr NB1 rájátszásának negyedik fordulójában. Farkasinszki Gyuláné együttese a Sportdarás MAFS csapatát fogadta, és a vendégek 84-43-as győzelemmel távoztak a Szent Imre csarnokából. Az NKS vasárnap a PINKK PVSK U23-as együttesét látja vendégül. Nem indult jól a találkozó az NKS számára, az Arasz Zsófiát és Dobó Lillát nélkülöző hazaiak sérülés miatt már az első percben elveszítették Varga Kamillát is. Az Euróliga tavalyi győztesének második csapata az első negyedet 12, a második a 14 ponttal nyerte. A harmadik 10 perc szorosabb volt, abban a játékrészben 3 pontot tett hozzá előnyéhez a Sportdarázs. A záró negyedben 40 pont felé kúszott a különbség, amilyen nyíregyháziak szakmai igazgatója szerint a két csapat jelenlegi lehetőségeit tekintve reálisnak mondható. Egy kezdőötből 3 ember kiesése azért az annyira komoly dolog, amit nagyon nehéz azoknak a játékosoknak pótolni, akik ugye addig epizód szerepeket töltöttek a pályán. Tehát most neki kellett volna ugyanazt megoldani, amit ugye eddig azok a kulcsjátékos oldottak meg. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy amit lehetett a lányok megtettek, úgy támadásban, mint védekezésben. Nem voltunk egy súlycsoportban semmilyen szinten, de mondom, amikor belevágtunk ebbe az egészbe, ez akkor már valószínűsíthető volt, hogy mi ezeken a csapatokon játszhatunk jó mérkőzéseket, de nem valószínű az, hogy mi fogjuk ezeket a mérkőzéseket megnyerni. Sajnos a sérülések azok pedig még inkább hátráltatják a helyzetünket. Nem baj, akik itt vannak, azok emelt fővel csinálják végig, küzdenek, hajtanak, dolgoznak. Én úgy gondolom, aki kint volt ezen a mérkőzésen, mert aránylag sokan voltak kint, azok mind büszkék lehettek a játékosainkra, mert mindent megtettek voltak érdekében, hogy emelt füvet tudják elhagyni a pályát. A rájátszás tabelláját az MTK TFS-e vezeti 4 győzelemmel vereség nélkül. A nyíregyházi kosársuli 5 vereség mellett 1 győzelmet aratott. Az NKS a PINK PVSK 23 otthonában nyert 15 ponttal. Az első mérkőzésen komplet csapattal játszottak ők is, meg mi is. Na most utaztak már el ők is úgy, hogy inkább a juniorokat vitték, mint a komplet csapatot. Ugye ők azért egy NB1-ának a bennmaradásáért küzdenek, tehát ugye nekik azért komoly mérkőzéseik vannak. Ugye ők szombaton is pályára léptek, ugyan Pécsen, de pályára lépnek. Úgy kellene eljönniünk hozzánk vasárnap, tehát meglátjuk, hogy ők kivel tudnak jönni. Mi sajnos ugyanebben a cipőben járunk, mert nekünk ugyanúgy sérültek meg azóta a játékosaink. Szerintem ez egy érdekes mérkőzés lesz, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha ők komplett csapattal jönnek el, akkor nekünk nem sok esélyünk lesz arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. A nyíregyházi kosársuli PINK PVSK U23 mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. Yeah.
Jeles eseményre emlékeztek a hétvégén Nagykállóban. 450 éve épült a Kállói vár, ennek alkalmából kiállítást szerveztek és kötetet jelentettek meg. A hétvégi esemény iránt hatalmas volt az érdeklődés. Reneszánsz dallamok nyitották meg április 15-én a vártörténeti kiállítás Nagykállóban. A közönség teljes egészében megtöltötte a termet. A vár feltárása jelenleg is tart, a régészeti leletek folyamatosan kerülnek felszínre a lelkes civilek segítségével. Két ásatás is volt már két évben, a tavalyi és a tavalyi előtt évben. Most ennek az ásatásnak az volt az érdekesség, hogy diákok voltak ténylegesen bevonva, a korányi gimnáziumnak és a budainak a diákjai voltak bevonva, nagy örömmel turkáltak, fémkeresőztek, lapátoltak, úgyhogy minden segítséget megadtak benne. Ezekből a tárgyakból is nagyon sok van kiállítva itt a kiállítóhelyünkön, részben a mi tárgyaink, az alapítvány tárgyai, és részben pedig a Jós András Múzeumtól kaptuk meg azokat a tárgyakat, amiket itt találtak a régészeti feltáráskor. A Kállói vár 1570 és 1573 között épült, és 1574-ben nyilvánították végvárrá. 1704-ben a várat lebontották. Sok írásos jegyzet maradt a várról, mégis átfogó képet nehéz megrajzolni róla. A kiállítás megnyitóján mutatták be Várkonyi András gazdagon illusztrált kötetét, amely tisztázza a végvár valódi történetét. Nekem az eredeti tervem az volt, hogy mi építészek, az építész irodámban, saját irodám volt, Archicad programmal ugye modelleztük a természetesen modern épületeket, de ez egy izgalmas dolog, mert ugye amikor egy ilyen építészeti tervező programmal dolgozik az ember, akkor virtuálisan felépíti, tehát ez nem olyan, mint amikor rajzol, mert rajzol, akkor az úgy síkban van, hát el kell kérdeni, milyen, de amikor egy építészeti program van, akkor olyan, mintha szinte építő kockákból raknánk össze az épületet. Azt mondtam, hogy hát én ezt megmodellezem, hát ilyet még úgyse csinált senki, megcsinálom. És akkor szembesültem azzal, hogy nincsenek meg a korrekt méretek. Na, elkezdtem kutatni különböző levéltárakba, a Hadtörténeti Múzeumban megkerestem a legautentikusabb szemét, dr. Domokos Györgyöt, aki ezzel a korszakkal és ennek a korszaknak a váraival foglalkozik. Ő egy nagyon neves hadtörténész, és hát ő segítséget is kértem, és hát egy elég nagy anyagot szedtem össze. A Kállói vár történetét bemutató tárlat a Radkó József városi könyvtár szomszédságában tekinthető meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megkezdődhet az évi 30 ezer tonna hulladék feldolgozására alkalmas szelektáló üzem építése Kárpátalján. Az utolsó jogi dokumentumokat a napokban írták alá a beregszászi kistérségben. Az üzem a tervek szerint 200 ezer ember háztartási szemetét lesz képes kezelni a térségben. A kárpátaljai hulladék feldolgozó területén a tervek szerint 4 nagyobb hulladék lerakót, komposztáló területeket, valamint további kiegészítő szelektáló épületeket fognak kialakítani. A munkálatokat szeretnék még idén befejezni, így 2024 elején már be is üzemeltethetik a létesítményt. Véget ért az Értékes Barangolások elnevezésű ifjúsági vetélkedő, a versenyben általános és középiskolások adhattak számot tudásukról a vármegye értékeivel kapcsolatban. Máté Szalkai és nyíregyházi diákok győztek a vetélkedőben. Május 1-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt az Új Görög Katolikus Múzeum Nyíregyházán. Az egyház tárgyi és liturgikus emlékeit gyűjtötték össze és mutatják be az érdeklődőknek. Szabó Iréna, az intézmény igazgatója 35 perc című műsorunkban azt mondta, nincs még egy ilyen görög katolikus múzeum a világon. Április 19-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán éjszaka derült idő várható, csapadék nem lesz, a hőmérséklet 6 és 10 fok között alakul. Csütörtökön napközben borult és derült időszakok váltják egymást, délután 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében egyre erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégén már 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérő higanyszála, eső nem várható.